Sziasztok! A következő percekben azt próbálom meg röviden összefoglalni, hogy a középkor művészete és irodalma miben különbözött az antikvitástól. Tehát ez egy bevezető videó próbál lenni, amelyben szépen végig megyünk az átmeneten, ami az antikvitásból a középkorba vezet. Mint láthatjátok, egy kicsit furcsa, de nagyon autentikus helyszínen veszem fel most ezt a videót, így jött ki a lépés, hogy az iskolának a stúdiójába húzottam vissza fölvenni a következő perceket, ezért lehet, hogy egy picit zajosabb lesz a szokásosnál, ezért előre is elnézést kérek. De kezdjünk is bele a témába, és először tisztázzuk azt, hogy mit is értünk középkor alatt, tehát nagyjából lőjük be időben ezt a korszakot, és beszéljünk egy kicsit az elnevezésről. Maga a középkor elnevezés az a re reneszánsz ered, és tulajdonképpen ez egy meglehetősen lekicsinlő elnevezése annak a korszaknak, ami az antikvitás kultúrája és a reneszánsz között húzódik. Tehát a reneszánsz művészek kezdték el ezt középkornak, tudnélik középső kornak nevezni, mert úgy gondolták, hogy a két nagy virágkor, az antikvitás és a, és a reneszánsz között ez egyfajta átmenet, és maga volt a reneszánsz az is, aki elkezdte ráragasztani a sötét jelzőt a középkorra. Tehát sokszor szokták így emlegetni, hogy sötét középkor, és nagyon sokáig egyfajta ilyen hanyatlásnak, mm, tényleg egy ilyen szellemileg sötét időszaknak tekintették ezt az időszakot, holott a középkor az pont ugyanannyira izgalmas, mint az összes többi történelmi korszak. És aztán a romantika lesz majd az, amelyik felfedezi magának a középkort, és kifejezetten Kedveli ezt a, ezt a picit misztikus, a romantikához képest ilyen, ilyen barbárabb, keményebb, sötétebb világot, amit a középkor képvisel. Tehát ennyit az elnevezésről, és hogyha időben akarjuk elhelyezni ezt a korszakot, akkor nagyjából a Krisztus utáni harmadik századig kell visszamennünk, ahol azt látjuk, hogy a római birodalom az egyre mélyebb válságba süllyed, hanyatlásnak indul, és egyre kevésbé tud ellenállni a barbár támadásoknak, egészen odáig, míg aztán 1000... Krisztus után 476-ban a nyugat-római birodalom az el is bukik. És a történelem tudomány tulajdonképpen ettől az évtől számolja a középkor kezdetét, és egészen Amerika felfedezéséig, vagyis 1492-ig tart a középkor a történelem tudomány szerint. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy természetesen ezek, ezek szimbolikus évszámok, tehát nem azt jelenti, hogy este még ókor volt, aztán hirtelen középkor lett, de utólag az utókor ilyen szimbolikus évszámokhoz, ilyen fontos eseményekhez szereti kötni ezeket a korszakhatárokat. És egyébként a művészet történet egy picit mást is ért középkor alatt, és mi ezt a művészet történeti korszakolást fogjuk alkalmazni vagy használni az irodalmi művekkel kapcsolatban. Tehát a művelődés történet számára a középkor az egy picivel korábban kezdődik, tehát tulajdonképpen a kereszténység kialakulásával és térnyerésével már elkezdődik a művészet történeti értelemben vett középkor, hiszen egy nagyon újfajta világrend, világkép kezd meghonosodni, erről fogunk majd a továbbiakban beszélni egy picit bővebben, és a reneszánsz kialakulásával, vagyis az 14. századdal ér véget a művelődés történeti értelemben vett középkor. Tehát kicsit korábban is kezdődik, és kicsit korábban is ér véget a művelődés történet számára a középkor, mint a történettudomány tudomány számára. Na, a következőkben nézzük meg, hogy miben változik a világkép ezzel az új korszakkal. Itt hangsúlyozom, hogy természetesen nagyon, nagyon vázlatos és nagyon sok szempontból leegyszerűsítő lesz az, amit mondok, tehát senki se várja tőlem, hogy most egy nagyon cizellát és minden nézőpontot szem előtt tartó alapos elemzés következik, inkább csak irányvonalakat adok ahhoz, hogy úgy nagyjából elhelyezzétek ezt az új korszakot, illetve, hogy valamiféle iránymutatás, vagy valamiféle vázat kapjatok az esetleges későbbi tanulmányaitokhoz ezzel a korszakkal kapcsolatban. Ugye, ami a középkornak a világszemléletét, művészetét, gyakorlatilag az élet minden területét meghatározza, az a, az a kereszténység. Ez az új vallás, ami pár száz év alatt gyakorlatilag az egész Európát meghódította, és és rányomta a bélyegét mindenre, ahogyan mondtam, és egyre inkább hatalmi tényezővé is vált. Ugye a kereszténység az, az, az első században kezdett terjedni, Krisztus utáni első században természetesen, és elsősorban kifejezetten a legalsó társadalmi rétegek, a legmegalázottabbak és a legszegényebbek között kezdett terjedni ez az új hitrendszer, ami nem is véletlen, hiszen az egyre inkább kaotikussá váló, Rómában valamiféle vigaszt nyújtott ez, a, ez, az új közösség, amiben nem számított a nemzetiség, nem számított a társadalmi helyzet, tehát mindenki egyformán felebarátnak, számított a legszegényebbtől, a leggazdagabbig, tényleg bőrszinttől és etnikumtól függetlenül. Ez egy, ez egy nagyon szoros és testvéri közösség volt, amit ahelyett, hogy elpusztított volna a módszeres üldözés, csak még inkább megerősített. És aztán ugye, ahogyan arról már beszéltünk az új szövetségnél, ezt a folyamatos, folyamatot erősítette az is, hogy kanonizálták azokat a szent szövegeket, amin ez az új hit alapult. Tehát ez kezdetben egy nagyon-nagyon sporadikus, ugye tulajdonképpen ma úgy mondják, hogy illegalitásban működő testvéri közösség volt, vagyonközösséggel, társadalmi különbségek eltűnésével, aztán, ahogy egyre inkább intézményesült ez az egyház, és egyre rendezettebbé vált. Ez is egyfajta menedéket jelentett a, a, egy, egy, nagyon kaotikus barbár időszakban, ugye amikor, amikor már Róma gyengül, barbár támadások egymást érik, és ez a, ez a közösség, ez az egyre jobban szerveződő közösség, ilyen módon is menedéket nyújtott. Tehát nagyon-nagyon leegyszerűsítve ez az új hét valamiféle rendet és közösséget jelentett egy egyre kaotikusabb és egyre, egyre veszélyesebb korszakban. Azonban pár száz év után, ahogy a erősödött az egyház, az, ez az, új, ez, az új, egyház ugye anyagilag is egyre módosabb lett, hiszen egyre több tagja lett, és egyre több gazdag tagja lett a, ennek az új keresztény egyháznak. Ugye egyre inkább hatalmi tényezővé is kezdett válni ez az egyház, Ugye egyre több földbirtoka lett, és tulajdonképpen elkezdődött már testvéri közösség helyett egyfajta intézményesült rendszerként működni a kereszténység, és ahogyan, ahogyan egyre erősebbé vált, egyre inkább politikai tényező lett. Ez a nagyon demokratikus, jellege is egyre inkább eltűnt a kereszténységnek, és bizony, bizony, egyre inkább a legfelsőbb társadalmi rétegek érdekeit kezdte. Képviselni. De hát erről törő nagyon sokat tanultatok, úgyhogy erre most nincs mód nyilván ezt bővebben kifejteni. És ami minket egyébként igazán érdekel, tehát ez inkább csak a történelmi háttér volt, amiről eddig beszéltünk, ami minket igazán érdekel az az, hogy a világképe miben különbözik a középkornak az antikvitáshoz, vagyis az ókori kultúrához képest. Tehát, hogy milyen, milyen az a világ, amiben a középkori emberek élnek. Ugye az egyik leglényegesebb és leg... Evidensebb különbség az az, hogy még az antikvitásban az ókori görög és római kultúrában egy politeista vallás volt, addig a középkorban, vagyis a kereszténység az egy monoteista vallás. Tehát nincsenek Istenek, Nincsenek alsó rendű és felső rendű istenek, hanem egy isten van, az Isten. Ez, egy, ez, ez már önmagában egy nagyon fontos szemléletváltást jelent. De ami még lényegesebb, hogy, a, hogy az ókor istenei azok nagyon emberszerűek voltak, idegen szóval antropomorfak voltak, tehát emberszerű istenek voltak, ugyanúgy voltak jellemhibáik, ugyanúgy féltékenykedtek, ugyanúgy torzsalkodtak egymással. Tulajdonképpen csak abban különböztek az embertől, hogy nyilván voltak különleges képességeik, illetve hogy halhatatlanok voltak. De egyébként az Istenek világa, az olimposzi élet ez nagyon sokban hasonlított az egyszerű halandók életéhez, és nagyon sok ezért van az, hogy nagyon sok mitológiai történetben, vagy szituációban, az egyszerű földi halandó is önmagára ismerhetett, és a saját életének a problémáit látta viszont. Ezzel szemben viszont a keresztény Isten az nagyon határozottan ö, elkülönül az embertől. Tehát tulajdonképpen az ember számára egy felfoghatatlanul hatalmas, tisztán szellemi lény, ami ugyanaz van az ószövetségben, hogy az Isten saját képére teremtette az embert, de tulajdonképpen mégsem érhet föl az egyszerű földi halandó az Istenhez. Tehát, hogy nagyon-nagyon más, mint az ember. Igazából megérteni nem is nagyon lehet, hanem, hanem a hit eszköze az, amivel az Isten Isten föl lehet fogni. Most megint nagyon leegyszerűsített, természetesen ez nem egy, nem egy hittanóra, amit én most tartok, hanem ez egy irodalom óra, tehát nem érdemes rajtam számon kérni mindenféle vallási hittételeket, de hogy, de hogy, ez a lényeg, hogy a kereszténység istene az nagyon nem olyan, mint amilyen én vagyok. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon, nagyon, nehéz még csak megközelítenem is, és amikor a, a kereszténység az Istennel úgymond Kommunikál, akkor egy nagyon alázatos hangnemet használ, és csak a kegyelemben bízhat. Az antikvitásban sokkal közvetlenebb volt a viszony ember és Isten között. Természetesen ott is nagyon tisztelték az isteneket, és nagyon sok ritust hajtottak végre azért, hogy megnyerjék a jóindulatukat, de ez a, ez, a, ez a mérhetetlenül nagy különbség este, ember és Isten között nem volt. Aztán ebből is adódik tulajdonképpen, hogy az antikvitásban az életnek a, a, a fókusa az a, az a földi élet. Tehát ez ez, a, ez, ez az élet, amit, amit mi élünk, emberek, halandó emberek, az önmagában is fontos. Nyilván van elképzelés az alvilágról, tehát ott is nagyon sok mitológiai történet foglalkozik azzal, hogy mi történik a a az világban, de azért a fontos események azok a földi életben zajlanak, és ez önmagában fontos és értékes, és a legtöbb ember nyilván arra törekedett, hogy ezt a földi életet a lehető legjobban és legboldogabban élje. Ezzel szemben a kereszténységnek az egyik alaptanítása, hogy a fókusz, az igazán lényeges dolog, az majd a túlvilágban történik. És az a, a földi élet az csak egy síralomvölgy, egy átmeneti fázis az örökkévalóságon belül, aminek a tétje pont az, hogy ha majd ez a föld életünk véget ér, akkor utána hova kerülünk. És ez azért nagyon fontos, mert onnantól kezdve aztán az örökké valóságig azon a helyen lesz a lelkünk, amit a földi életünkkel kiérdemlünk. Tehát ebből adódik, hogy a földi életnek a lényege az, hogy, hogy az, az minél büntelenebb legyen, minél inkább, minél inkább az Isten felé forduljon, minél erényesebb legyen, és ebből a szemléletből Fakad a testhez való nagyon különböző viszony is, illetve még mielőtt a testről beszélnénk, bár ezzel is összefügg, ugye az antikvitásnál megtanultuk, hogy ott mindennek mértéke az ember, tehát minden nagyon emberszerű, az istenek is a szobrok is, a művészet, az irodalom is, is az embert tekintve a fő mértéknek, ezzel szemben a kereszténységben és a középkor, inkább úgy fogalmazok, hogy a középkor világképében viszont mindennek mértéke az Isten. Tehát minden, mindennek a középpontjában és mércéjé ül az isteni parancsok, a vallásos regulák állnak, megint csak nagyon leegyszerűsítve. És ezekből adódik az is, hogy a testhez való viszony is különböző, az antikvitásban, illetve a középkorban. Ha megnézitek majd, megnéztek ókori szobrokat, ugye azok nagyon emberszerűek, nagyon szépen kidolgozottak, nagyon egyénítettek, nagyon elevenek. Tehát még Zeus is úgy néz ki, mint egy húsvér, húsvér ember, ugye lát, látni a, az izomzatát. Tehát nagyon, nagyon szerette ábrázolni az ókori művészet, az emberi testet, és nagyon életűen ábrázolta. Ezzel szemben, hogyha megnéztek például egy kódexet, vagy, vagy középkori szobrokat, vagy mondjuk ikonokat, akkor látjátok, hogy ott nagyon sematikus az ember ábrázolás. Tehát mindenki ilyen egyformán sápat, és és ugyanolyan arcvonása van mindenkinek, és ez az nem azért van, mert mondjuk a középkori festők azok nem tudtak volna életűen lerajzolni egy embert, vagy a középkori szobrászok a templomokban ne tudtak volna ugyanolyan szép szobrokat készíteni, mint mondjuk az ókori, vagy ugyanolyan életű, mert ezek a szobrok is szépek, félrejétés ne esik, tehát ne tudtak volna ugyanolyan életű emberi testet faragni, nem azért volt ez így, hanem azért, mert nem volt fontos. Mert nem a földi élet a fontos, nem a földi testünk a fontos, hanem a túlvilági élet és ebben, ebben, a, ebben a viszonyrendszerben az emberi test nemhogy, nem, hogy nem fontos, hanem pont, hogy a, annak az eszköz, hogy elforduljunk az Istennek testző élettől, hiszen az emberi test az a, az a, bűnöknek a forrása. Éppen ezért a középkorban nagyon, nagyon öm, hogy mondjam, kívánatos például az is, vagyis az önsanyargatás, tehát hogy a, hogy, a, hogy a testnek az igényeit minél inkább elnyomni, minél kevésbé élni a test nyújtotta élvezetekkel, legyen az az étel, az ital, vagy a, vagy a szexualitás. Tehát ezek mind-mind a bűnök felé viszik az embert a középkorban. Jó, és hogyha nagyon egyszerűen szeretnénk összefoglalni, hogy mi a művészet feladata, az is nagyon különböző, hiszen az ókorban, Aristoteles óta tudjuk, vagy ő volt az, aki ezt módszeresen leírta, hogy a művészet legfőbb feladata a mimesis, vagyis az, hogy a valóságot ábrázolja, és ezáltal eljutassa a befogadót a katarzishoz, a megtisztuláshoz. Tehát van a, van a művészetnek egyfajta ilyen valóság ábrázoló funkciója. Ezzel szemben a középkorban a művészetnek is csak egy célja lehet, az, hogy az embert minél inkább az Istennek tetsző élet felé fordítsa. Tehát a művészet az önmagában nem értékes, most megint nagyon leegyszerűsítek természetesen. Tehát a művészet önmagában nem értékes, Annyi, annyira értékes egy-egy műalkotás, amennyire az Istennek tetsző élet felé tudja fordítani az embert, amennyire, ha úgy tetszik, Isten munkáját segíti elő, vagy Isten felé fordítja az embert. És az egyház státusza is más az ókorban, és itt, itt az ókorban nem is inkább az egyház szót kellene használnom, hanem, hanem a vallást, hiszen ott is fontos a vallás, nagyon fontosak, nagyon fontos és nagy tiszteletnek örvendő uh, tagjai a társadalomnak a papok, a papnők, a különböző templomban szolgálatot tevő egyházi személyek, de azért korán sem akkora hatalmi, nincs akkora hatalma a vallásnak, mint a középkorban, ahol, ahogy arról már beszéltünk, az egyház az gyakorlatilag mindenre rányomja a bélyegét egy idő után, és tulajdonképpen egy önálló hatalmi ágá válik, és nagyon hosszú-hosszú évszázadokig tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy, hogy majd a felvilágosodás lesz az, az időszak, ahol kezd meginogni az egyháznak ez a, ez a nagyon erős társadalmi státusza. És uh, továbbiakban még nagyon röviden beszéljünk, arról, ami a középkor egész kultúrájában meghatározó jelentőségű volt, ez pedig egy újfajta szervezeti forma, ha úgy tetszik, ezek a szerzetes rendek. Ugye a szerzetesség az, az egy olyan fajta szervezeti forma az egyházban, amelyben olyan emberek állnak össze közösségé, akik egész életüket a a vallás gyakorlásnak szentelik. Magyarul tulajdonképpen kivonulnak a társadalomból, magukból hagyják, maguk mögött hagyják az olyan hagyományos közösségeket, mint például a család, vagy a pénzkereső tevékenység, tehát a szerzetesek azok tulajdonképpen egész életüket annak szentelik, hogy, hogy a keresztény hit erényeit gyakorolják, és ennek érdekében összeállnak közösségekké, és fizikailag, vagy ha úgy tetszik, földrajzilag is a társadalomból félre vonulva egy külön kolostorban, monostorban végzik ezt a munkát. A legelső ilyen szerzetes rend, és nagyon sokáig az egyetlen, több száz évig az egyetlen szerzetes rend a, a, a Bencés rend, vagy Benedek rend volt, amelyet Núziai Szent Benedek alapított 529-ben, amikor is Monte Cassino hegyén megalapította a kolostorát, tehát ez volt az első szerzetes rend, és ők, ők tulajdonképpen két tevékenység köré szervezték az életüket, ugye az volt a fő reguláljuk, hogy órát labóra, vagyis imádkozz és dolgoz, és valóban ennek megfelelően élték az életüket, tehát nagyon kertészkedtek, mindenféle fizikai munkát végeztek, és minden mellett nagyon sokat ö, imádkoztak. Aztán idővel különböző szerzetes rendek jöttek létre, és azt lehet megfigyelni, hogy ezek a szerzetes rendek, a bencések is, meg aztán a később létrejövő szerzetes rendek, ezek fokozatosan a kulturális életnek a központjai voltak, hiszen, hiszen a kolostorban koncentrálódtak az írni, olvasni tudó, tulajdonképpen a kor viszonyai között tanult emberek, és ö, és ők ö, egy idő után végezték például az oktatásnak a feladatát aztán, hogy kialakultak a különböző szerzetes rendek, nagyon, nagyon gyakori volt, hogy valamiféle profilja alakult ki egy-egy rendnek, tehát voltak, akik elsősorban tanítórendek voltak. Voltak, akik nagyon jól gyógyítottak, és a legtöbb kolostorban ugye zajlott egyrészt a kódexek másolása, másrészt az oktatás, tehát egy szó, mint száz ezek tulajdonképpen ilyen kulturális központokká váltak egy idő után, nagyon sok tudás, gyakorlati és elméleti tudás is koncentrálódott ezekben a, ezekben a, a kolostorokban. Csak hogy néhány szerzetes rendet megemlítsünk, például az Ágoston rendiek, a Ciszterciták, akik tulajdonképpen szintén bencések voltak, sőt, épp azért jöttek létre, hogy az eredeti bencés életmódot újra élessék, vagy a kartaúziak, akik némasági fogadalmat tettek, tehát nem beszéltek, és említsük még maga két kolduló rendet, a dominikánusokat és a ferenceseket, akik pedig már kifejezetten a nagyvárosokban hirdették, a, tulajdonképpen lehet mondani, hogy az eredeti keresztény értékrendet, ami a Krisztusi szegénységen alapult, és ők már kifejezetten a városi uh, polgárságot szólították meg. Na gyorsan be is fejezem, mert mindjárt csengetnek. Hamarosan jelentkezem újra. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!